A hagyományokhoz hűen a Prohászka templomban celebrált Szentmisét Spány Antal megyés püspök a város papságával Isten szolgálja Kaszap István születésének 107. évfordulóján. A megyés püspök szentbeszédében úgy fogalmazott, hogy mindennapi életünk során, amikor annyi kísértés, szenvedés és félelem vesz körül mindnyájunkat, érdemes a fiatalon elhunyt jezsuita novícius példájára tekinteni, és tőle megtanulni Isten akaratának felismerését. A Székesfehérvár díszpolgáraként is tisztelt Kaszap István olyan életet élt, amely mindannyiunk számára példát mutat, a bajban reménnyel tudott helytállni, a szenvedést bizalommal fogadta el. Ő benne mindig megvolt a békesség, megvolt valamiféle szeretet, megvolt valamilyen remény az életében. A mai embernek sokszor ez hiányzik. Sok félelem, aggodalom, bizonytalanság gyötör mindannyiunkat. A világ sokféle baja, gondja miatt. Én azt hiszem, hogy ha Kaszap Istvánra tekintünk, jó példaképet találunk magunknak, és tőle tanulhatunk, hogy azt a békét, ami benne megvolt, bennünk is meglegyen, magunkba is be tudjuk építeni. Ahhoz, hogy Kaszap István boldoggá avatása megtörténhessék, az egyháznak fel kell mutatnia valamilyen csodát, egy olyan gyógyulást, eseményt, ami nem pusztán a természet rendje szerinti történés. Így a közeljövőben a Római Boldoggá Avatási Bizottság elé terjesztik Palásti Levente székesfehérvári diák történetét, aki egy komoly műtét előtt imádkozott Kaszap Istvánhoz, és az orvosok megdöbbenésére nem volt szükség a műtétre. Egy ilyen eseménnyel találkoztunk, amikor egy fiatal súlyos betegségében, műtét előtt állva Kaszap István égi segítségét kérte, és másnap reggelre az orvos, aki készül a műtétnek, azt kellett megállapítani, hogy nincs szükség a műtétre. A gyerek meggyógyult. Valahogyan az orvosi tudomány által megmagyarázhatatlan módon. Ezt próbáljuk elindítani, hogy ezt vizsgáljuk ki, ezt az ügyet. A Szentmisét követően a Székesfehérvári Egyházmegye papsága, az önkormányzat és a Magyar Cserkész Szövetség tagjai, illetve a hívők átvonultak Kaszap István nyughelyéhez, ahol lerótták kegyeletüket.